Mielőtt a témánkra térnék, így szóban is szeretném kifejezni azt, amit írásban megtett a Keresztény Demokrata Néppárt, az együttérzésünket a merénylet áldozatai és családja iránt, hiszen egy olyan esemény történt ismét, ami nem csupán az áldozatoknak, hanem Európa egész népének az együttérzését és a. Terrorizmus elleni határozott fellépését kell, hogy követelje. A hét második felében nagy esemény lesz Budapesten, a családok világ találkozója keretében több rendezvényre kerül sor, ezek között van demográfiai fórum is. Miért fontos, és ez a lényege ennek a mai mondani valomnak, miért fontos számunkra a család? Ha vannak egészséges magyar családok, akkor van jövőnk. Ha nincsenek ilyen családok, akkor nincs jövőnk. Ilyen egyszerű a képlet. Megérdemel egy mondatot az a definíció, amit a magyar törvények a családról mondanak. Két személyes kötődés hoz létre családot, ez szerint, vagy a házasság, ami egy férfi és egy nő tartós elköteleződése, vagy a leszármazás a szülő kapcsolat, tehát két személyes szeretet kapcsolat épít családot. Fontos így bevezetőnek megemlítenünk, hogy a demográfiai helyzet az első számú nemzeti sors kérdés számunkra, és ezért is fontos ez a mai hét, amikor lesz egy demográfiai fórum is, amit a miniszterelnök nyit meg. Magyarország is, Európa legtöbb országához hasonlóan, egy csökkenő és öregedő társadalommal rendelkezik, nem képes önmagát reprodukálni. Két megoldás kínálkozik. Az egyik a gyermekvállalási kedv növelése, ami gyakorlatilag a családok tartós, kiszámítható támogatásával is elérhető. Másrészt pedig, amit nem szeretnénk, a bevándorlás. Vannak Európában, akik így gondolkodnak. Lehet, hogy átmenetileg valamiféle enyhülést jelent, de hosszú távon azt jelenti, hogy egy dinamikus és növekvő népesség megérkezik, és azt mondja, hogy húzzatok el, milyen ez az ország. Ez a hosszú távú következmény. A kormány feladata egyértelműen a családok támogatása. Ez ad esélyt arra, hogy Magyarország demográfiai helyzete valamelyest megváltozzon. Fussunk végig azon, hogy mit jelent ez a családtámogatás ma Magyarországon. Tudjuk, hogy a következő évi költségvetésben, amit most tárgyalt a parlament, 1900 milliárd forint jut a családoknak, ami... 140 milliárd forinttal több a tavainál. Ez két részből áll, a családtámogatás pénzbeli ellátásaiból, illetve a családi adókedvezményből, ami már 316 milliárd forintra emelkedik. És itt meg kell említenünk, hogy a következő évben ismét nő a két gyermekesek adókedvezménye tudjuk a számokat, egy gyermek után havi 10 ezer, két gyermek után most már 18-ban havi 35 ezer forint lesz az adókedvezmény, havonta három gyermek után pedig továbbra is 99 ezer forint. A Szerkezete is érdekes a család támogatásnak, hiszen növekszik folyamatosan a munka jövedelemhez kötött támogatás. Tehát mi egy munkaalapú társadalomban gondolkodunk, ez már jelentősen emelkedett, 58 át teszi ki a támogatásoknak. Különféle szolgáltatások is növekszenek, megemlíteném a gyermekjóléti óvodai bölcsödei ellátásra szánt összegnek a növekedését is. 130 ezer olyan család van Magyarországon, amely az adókedvezmény következtében egyáltalán nem fizet jövedelemadót. Meg kell említeni a családok támogatásánál a béremeléseket is, hiszen elsősorban a minimál béremelés az, ami a rászoruló családokon segít. A minimál bér 18 ezer forint lesz, a szakmunkás minimál bér, a garantált bérminimum pedig 180.500 forint. Ez jelentős emelkedés. És még két szempontot hadd mondjak, mert sorolhatnám sokáig. Az egyik az ingyenes gyermekétkeztetés, ami már csak nem 80 milliárd forint lett, és itt külön kiemelném a szünidei étkeztetésnek a növekedését, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha igény van rá, megfogalmazott igény, akkor mindenki, aki erre rászorul, sőt én úgy érzem, hogy már a rászorulók fölött is kapnak ingyenes étkeztetést. Még az ingyenes tankönyv kívánkozik ide, illetve az élelmiszerek áfájának a csökkentése. Befejezésképpen visszatérek a demográfiai helyzetre, hiszen arról volt szó, hogy ez első számú nemzeti sorskérdés. Van egy olyan mérőszám, ami ezt mutatja, hogy hogyan is állunk mi a demográfiai helyzettel, a gyermekvállalási kedvel. A teljes termékenységi arányszám, ami normális körülmények kettő, között 2,1-nek kell lenni, hogy a társadalom reprodukálja önmagát, az néhány évvel ezelőtt lecsökkent 1,2-1,3 közé, és most megemelkedett, 1,5%-ra, ami azt jelzi, hogy a családtámogatások mégiscsak eredményesek voltak, hiszen a demográfusok véleménye az, hogy leginkább a kiszámítható családtámogatás az, ami képes hatni a gyermekvállalási kedvre, márpedig ha négy évenként változik a családpolitika, akkor ez nem működik. Tudjuk azt, hogy 2002-ben az akkor hivatalban lépő szocialista kormány gyakorlatilag leépítette a családtámogatási rendszert, ez meg is érződött a családok helyzetén és állapotán. Meg kell említenünk, hogy a házasságkötések száma is jelentősen emelkedett, tavaly 12%-os növekedést mutatott. Tehát vannak pozitív jelek fontos, hogy a kormány ezeket értékelje, és ehhez hasonló nemzetközi rendezvényekkel is a kérdés fontosságát kihangsúlyozza. Tehát kezdődik 25-én, majd 26-27-én folytatódik ez a rendezvény sorozat, ami egyúttal a kérdés tudományos és politikai megközelítésén túl a családok nagy fesztiválja is lesz.